A magas gyermek létszám miatt a felső tagozatos osztályok száma biztosan növekedik Maglódon. Mivel minden érintett pedagógus, szülő és politikai döntéshozó is hasonlóan látja a problémát, így ma már abban bíznak, hogy hamarosan pont kerül a probléma halmaz végére és új iskola épülhet Maglódon. Kicsit bizonytalanul nézünk a szeptemberi tanév kezdés elé, mégpedig azért, mert a 6 év során 6 osztállyal bővült az iskolának a tanuló létszáma, és minden évben gondoskodni kellett arról, hogy új tanteremmel férőhelyet biztosítsunk a gyerekek számára. Ez a következő tanévben is így lesz, és a mostani számításaink alapján egy osztállyal fog növekedni a tanuló létszám a felső tagozaton. A megoldást jelen pillanatban abban látjuk, hogy egy ideiglenes jelleggel egy konténertermet fogunk elhelyezni a nyaralói iskola udvarán, a tornacsarnok mellett, és ebben tudunk egy osztályt majd működtetni. Reményeink szerint azonban hosszú távon végre pont kerül ennek a folyamatos probléma halmaznak a végére, és remélem azt, hogy 2017-ben az összes érintett fél akaratával megegyezően így akarják a pedagógusok, természetesen a szülők így gondolják, az önkormányzat így gondolja, és ugyanígy gondolkodik a minisztérium és a fenntartó szervünk, a KLIK is, hogy szükség van egy nagy iskolaépületre. Reméljük azt, hogy 2017-ben a szándék mellett erre pénz is fog majd kerülni.